Sziasztok fiúk, sziasztok lányok, itt a Bulvard Gaming, és újra House Flipperezünk, és itt van velünk Beri, Kolbász, Guma és Laca. Hello. Ők csak sziasztok. Így vannak, ők segítők. Hát, tudom én, hogy ők kik, mik. Szevasz Kevin, szia Bálint, szevasz János, hogy mind vagy, Jani bácsi, és hogy mind van mindenki más? Most akkor ezt a falat kell kiütni. Egyértelműen látszik a rajzon. Ezt meg ezt kell megszüntetni. Ezt itt. Nem? Nem, amit beütöm a falat, vagy nem tudom, mit csinálok. Olyan kemény vagy már. Olyan kemény. Beütöd a falat. Győr, nem soká. Megint elmész. Lehet, hogy ide kell egy ajtót készítenem? Vagy mi a szar? Nem. Hát ott senki nem segít neked benne. Senki nem segít. Jól vagyok, és te, én is jól vagyok, köszönöm szépen lelkileg, de sajnos ma volt egy balesetem munkan, helyi balesetem, beleléptem egy óriási gödörbe, és van nekem egy boka rándulás és húzódásom van, úgyhogy ezért bicebóca vagyok. Ilyen papíron van, megmutatom nektek így a nevemet, így letakarom, itt látszatjátok, hogy voltam az ügyeleten. Úgyhogy tudom, mennyire lehet látni, és itt van a végeredmény. De hát annyira nem lehet jól látni, de hát mindegy. Úgyhogy az a baj, hogy baj van, na. Lábam fáj, sajog, be van kicsit dagadva, úgyhogy pihentetem. Egyértelműen. Hát köszönöm, Kevin, az együttérzésedet. Hát nagyon fájt. Annyira fájt, hogy a földre feküdtem, és ott kiabáltam. Persze kollégáim meg ott fetrengtek a röhögéstől, úgyhogy.
Azt hitték, hogy meccsen vannak. Mi foci meccsen? Ja. Ott látni ilyet. Most az a helyzet, hogy ezt nem nagyon tudom, hogy ezt most mit üssünk itt ki. Ez kéne. Hát ez van itt a rajzon. De ezt még kéne kiütnöm. Ne bánts már! Na mindegy, ezt a falat kiütöm legfeljebb majd. Hogyha nem ezt kéne kiütni, akkor valaki írjon rám, aki ismer a játékot, hogy mit is kell itt kiütni. Na, úgyhogy... Az meg ott maradt ott. Ez erkölcstelen. Hát akkor mit csinálják ebből az ajtóval? Azt írt, ez erkölcstelen. Na, mit csináltál vele? El akartam lopni, vagy nem tudom. Ja, hát az... Azt hittem valami más. Na, ez így elvileg jó. Nem tudom, hogy szét lehet ezt ütni, vagy most mit lehet ebben? Ja, ajtót adjam el. Aha, eladjuk az ajtót. Hát de azt írtál, hogy erkölcstelen. Jaj, jó, azért. És utána biztat az eladásra, hát szép. Ez igen. És akkor még lehet, ezt az ajtót kell. Igen, bocs, pedig. Lehet meglátta hasznot benne, mégiscsak inkább lopjuk el, mi? Ja. El lehet lopjuk adni. El. Fáj a lábam, gyerekek, de... Hát tudnám, mert megmutatnám nektek majd egy ilyen videót majd készítek, jó? A bokámról, hogy hogy föl van tagadva. Nagyon fáj is. Bekentem fasztummal, fasztum kéllel van bekenve. Eladjuk ezt is, meg ezt is. Szerintem ezt az ajtót kell kiütni. Hogyha nem, akkor nem. Módosítsad a falat. Azt írja. Itt még maradt vitte egy kis rész, nem? Jó, hanem. Én tudom. Na végre. Na végre. Hát ezt nem tudom most. Ezt ki kell ütni? Nem kell kiütni? Mert az egész falat, hogy ide is üssek át, itt mi van itt egyáltalán? Hát ide nem jött be. Ezt innen kéne kicsapni, így. Is csapom. Csak. Mi csapom a végét neki? A végét? Szia Norbi, picit néztem fel most. Ment a like és megosztottam a live-odat. Ma nem mentem dolgozni, nem érzem jól magam, meg anyukámat is. Érte kisebb baleset titthon. Hú, Gabcsi, az nem jó. Jobbulást. Ó, jobbulást. Pénteken jössz versenyezni. Versenyezni. Kamionozni. Ennyire nem hallom, csak amit mondok. De, hallom. Pénteken megyünk eventezni. Jössze velünk, Gabcsi. Látjátok, ti is hozzátok meg a live-ot, srácok, itt a Gabcsi. A Facebookon tudjátok látni, gyerekek, a Bulwark Gaming Facebook oldalon. Oda kiraktam, és oda kell rám, mert hogy megosztam. És köszönöm szépen. Ó, ne üssed! Módosítsad a falat. De itt maradt még egy izé. Még kolbász van, nincs is itt? Nincs. El is ment. Hát itt van még, csak lenémította magát, elment babázni. Majd lehet, hogy megtudta, hogy live van, és elment nézni egy másik csatornát. Hát ez az.
És az a helyzet, te is lefestetted itt a falat, Tomi? Vagy nem festett? Na mindegy, hagyom úgy. Na, amit le kell csempészni. Helyezz át a falburkolatot, kerámia fali csempő. Mi van? Tükör. Hogyan van még? Egy kell. Hogy tükröt helyezzük el. Tükör. Ahogy van. Elhelyeztük. Ez a... Pénteken megy veletek a kapcsi srácok. Jó van, majd megbeszéljük, hogy hánykor, meg hol. Ja, oké, majd megbeszéljétek. Köszönöm szépen, Kevin, a lájkot. Ó, gyerekek, fáj a bokám, mint az állat. Helyezz el falburkolatot. Padlólapokat. Ja, ide padlólapokat. Falba csempe, szürke és kerámia csempe. Ó. Kéne egy újat gyár. Kerámia csempe. Nem, egy butított Sims. Szürke. És ezt valaki a falburkolat helyezzem el. Ahogyan kell ez? Helyezz el falburkolatot, kerámia fali csempe szürke. Ja, csempézés, burkolás. Szüksége lenne egy csomag csempére. Ja, meg kell venni. A csempét. Semmit nem adnak ingyen. Egy dukáton van, az kemény. Most mit oda rakja, vagy milyen hülye ez, bazdmeg? Hát tiszta hülye, aki nem normális. Igen, tiszta hülye. Helyezz el a falburkolatot, kerámia fali csempe. De most én mit vettem én itt? Kerámia, ja, nem jó, kerámia fali csempe kell nekem. Mit vettél, járólapot? Aha. Kerámi a fali csempe szürke. Na, egy már mindjárt más. Ja, ide le kell rakni. Aha, elő kell venni azt a szart. És a... Ha, beszorsz. Jaj, arra mergyek én menni. Szürke, kerámia csempe szürke, csempe és mi van? Kerámia fali csempe szürke, kerámia csempe szürke. Ja, értem. Ja, hogy ezt így kell. De zavaró ez az éles fény, ezt kikapcsolom inkább. Nem az, Kevin! Szia, Gabcsi! Meg se kérdeztük, szegény Gabcsi, és mi történt anyuddal, Gabcsi?
Kiment el. Biztos korbászt adatta. Nem, Laca. Laca. Ajjajjaj. Ajjajjaj, mit csinálsz, hova mész? Azaz. Ó. Na, nézzük meg ezt. Most ide mi miért nem jó az ott? Na de jó. Ja. Hihetetlen. Gondolom, ebből is lehet. Micsoda? 600 héna megtámadott, bassz meg, hát ez hihetetlen az a játék. Istenem! Az életem Hollywood, ez egy... Hát az nem. Na, most már. Kivéve Kolbásznak, aki eredeti csomagolásból eszi az anyatejet. Hát ez az. Miközben Tomit meg a hiénák tépik szét. És nem, hogy minket is megkínálna abból az eredeti csomagolásból, nem? Hát körbeadhatná, igen. Hát igen. Ezt majd most mondom is neki. Jaj, beszorultam. Valaki jött. Halló! Laca jött. Kibe? Hát de nem szól. Nem, hát az a rendszer... Dóra semmi, mi méltat. Nem stabil még az a rendszer. Ja, persze. Na. Nem tudom, azt csinálom. Halló, Pali. Szendvicses. Sandwiches. Áj, kígyó is van. Jaj. Ennek a kígyónak a hangját körülbelül annyira találták el, mint az autó dudáit. Olyan, mint valami zárlatos vezeték. Nem tudom ezt, hogy került. Hát én sem. Halálra. Halálra jám, ha ezt hagynám. Na, valaki? Senki? Senki többet harmadszor. Senki. Jó. Tönek őszintén örülök. Mindenki elhalálozott, jó van. Meg azért ez is érdekes, hogy fel akkora sorra is leveszi az egész csempen vadagot. Tehát úgy ugyanannyi csempe ad, hogy dupla annyira is jó, hát mint a felére. Hát ez basszom, ott van az összes cuccom, bazzik. Megcsináltam másodjára is a nyerget, azt ott haltam. Hú, de felidegesít ez a játék. Az a lényeg a játéknak, hogy kikapcsoljon. Ha nem, akkor kapcsolt ki te. Ja, azért küzdöttem egész dél után, hogy most akkor azt mondom. Így van, Tomi, ne hagyd magad, de kislányok. Ja. Nézd meg, engem is felidegesített, csak megoldottam azért. Amit... Így van, hát te kemény vagy. Igen. Mester. Igen. Miért nem lehet egyszerre mindent átpakolni, miért egyes kével kell áthúzgálnom, ez nekem magas?
Hát ez Scamba is úgy volt. A Seven Days to Die azért. De biztos, hogy van benne mód, nincsen? Na most a pad izét hogyan, hogy fogom beizéni, bazd meg? Hiszen... Nem tudom áthúzni, bazd meg. Ez annyira béna ez a játék. Na jó, van persze, ott maradtok, rohadtok. Ja, így. Ah. Jó. Jaj, baszki. Nem jó, ez 88, hát hülye. Hülye? Így kell. Takarodj már, haladjál már! Hát ezt a szart. Gyere! Te lépjél rá! Gyere! Gyere, oda! Gyere! Az. Jó van. Üff. Ügyes zombi. Halló? Persze, a kutya víz alatt tud támadni, hát beszarok én, nincsen. Egy támadó kóbor! Kutya víz alatt támad. Aha, hát, ezt azért kutya, nem hiszem el. Kutya úszás. Meg is ölt, baznak, hát jó, befejeztem ezt a játékot. Kutya úszás. Kutya mióta támad víz alatt, azt mondjátok meg. Vagy a hiéna, hogy tud víz alatt támadni. Hát, miért ne tudna? Hát, oda megy, azt megharab, baznak. Megint. Víz alatt. Ha persze. Komoly. Hát, legfeljebb belemegy a víz a száján, pedig. Majd kiköpi. Ezt a karaktert, ezt itt törlöm is, hogy van. Támadó kóbor. Kutyámajom. Na, tessék. Ez egy kalapszor. Nem ölnek meg 86-szor, bazdmeg. Mozaikos kell, vagy milyen kell nekem? Kerámia, csempe, szürke. Ennyit ír. Van-e itt még valaki? Kerámia, csempe, padló. Ó, egy betonkeverő. Beszarsz működő betonkeverő, a katonai bázis. Hát mi a ló? Ez nem jó. Hát ez... Helyezz el, kerámia csempe szürke, de 0%-on áll. Hát a kurva anyád. Most ez a mi? Ajjá. Elég gyenge lábakon áll. Itt még biztos vár meglepetés. Na így a jó. Ennyi, gyerekek. Mennyi? Na ennyi, úgy néz ki, hogy megcsináltam az egészet. Na, látod. Úristen, mennyi kutya! Ajjaj. Itt most baj van, emberek. 74%-ban van a feladatom, csak teljesítve. Mi van még itt annyi? De most legalább lenne a vizéről valami leírás. Lefestem én ezt, bazd meg.
Ah. Milyen sárga ez? Na mi van? Ez nem az. Kutya, nem jöttél? Hajnal sárga ez, szerintetek? Na, az álmos fehér, az jobb volt. Igen. Áj, béna vagyok. Hát igen. Jó, nincs kedvem játszani. Elmondok ebben. Nem is játszom. Ja, lefestem ezt az egészet így. Ú, de konga, konga feje. Halljál meg. Na, ez a... Kohó! Király. Most ne halljak meg a hülye kutyák miatt. Jaj, ha nincs. Kutya. Na fasza. Aztán ez így jó is. 74, ja, még így is 74%. Mi a picsát akar még ez a játék? Ja, aha. Ki kell festenem? Bájos levendula. Világos levendula. Nagyon jó. Jó. Bájos. Baszd meg! Ú, de megijedtem. A kurva élet, ráléptem az aknára. Világos levendula. Azt a kurva. És meghalta? Hát, egy picit. Úgy sajnáljuk. Ó, Berik, ne! Baszd meg! Hát, ezt nagyon sajnáljuk. Bájos levendula és világos levendula. Jó, akkor úgy lesz, hogy... Nem tudom, hogy... Ne sírjál, Erik! És pont most tanultam meg a kohót. A macska rúgja meg. Mindjárt le is törlöm ezt a játék. Töröd le a francba. Ennyi. Milyen játék az, de meg kell halni. Hova életbe. És hol van kolbász? Hát mondtam, hogy mit eszik, anya tejezik. Kolbász a nagy tarkos. És egyáltalán megvette a Dead by Daylight-ot? Hát arról nem esett szó. Na hát ez az. Hogy azt nem mondta el. Arról nem mondott semmit. Na, és még pedig össze nem... kéne hétvégén röffennünk, és akkor egy Dead by Daylight-ot lenyomni mondjuk este. Igen. Ha van kedvetek, és akkor egy jó kis riegés, rőgést. Hát persze ez mind kolbásztól függ. Hát de azt mondtad, elutazol a hétvégén, nem? Hát így nem. Ja, így nem. Hát nekünk van, de nekünk nincsen autónk, és hát gyalog kéne menni, hát körülbelül 20 perc a vasút, Balsról is, meg innen is. Hát igen, meg hát az tárpénzcsalás is lenne. Hát az, az érdekel a legkevésbé. Ja, de hú, de igen, hú, igen, igen, igen. Igen, igen, tehát. Igen. Ó, mert miért kell két katonai bázis egymás mellé? De miért?
Egy szarvas. Ó, de kellene. Megjött a meg Tamás is. Hello, Tommy! Meg. Ó, igen, itt le, ráfaroltam az aknára. Anyád, úristen, itt van. Pedig milyen ügyes voltam idáig. Ó, Istenem, a lábam. Hova lett a szar? Nem jött ide be. Szarvas. Ah. Egy lövésből letettem. Hát hiába. Jaj, ilyen vagy. Jaj, így jó. %85. Ja, mert itt is. Igen, vagy ez legyen úgy, hogy hát nem tudom, hogyan legyen. Mindegy, így lesz. El se fosom. Oh no. Ment. Halóna, kivel beszélek? Jaj, figyelj, itt van a csetszopó. De váltják egymást. Aranka vagyok. A kolbász, arra gondoltuk, hogy minket is megkínálhatnál. Mi? Arról beszéltük, hogy minket is megkínálhatnál. Megcsinálhatlak titeket is? Megkínálhatnál, kínálhatnál. Meg. Szóval akkor megcsináljalak és kínáljalak meg utána. Na jó van, öreg, ne itt izé járjon. Hogy kívánjalak meg? Irigy ember vagy te. Irigy vagyok. Irigy. Irigy vagy. Na itt meg közben meg is haltam. Hát mit történnek itt? Tamás, azt tudom, hogy hol van. Szegény Tomi is meghalt. Hát itt hagyod magára, szegény Tomi pedig itt. Már lelkibetes szegény. Hát igen, csak szegény Tomit a kedvedért jött játszani. Adjad már. És akkor mi van most a Dead by Daylight-a? Hát mehetünk. Nem játszunk, mert éjfélik a menübe. Ja, jó, figyelj a gyerek! Ez egy nagyon hazudós volt. Akkor egy kamus ez a csávó. Ez egy annyira hazudós egy gyerek. Hát itt vagyok a menübe, azt nincs senki. Te szégyellem a magamat. Szégyellem magam amúgy. Teljes mértékben szégyellem magamat, hogy egyszerűen, nem. Hát amúgy nyomhatjuk, csak nem vagyunk elegen, nem? Hát mi vagyunk akkor így? Hányan lennénk akkor? Hát hárman. Várjál. Berik, Laca, Kolbász, Laca Kuma, meg én, akkor meg lennénk. Hát a Kuma nincs meg. Hát mi az? Rád vár ez a feladat, hogy betörjed. Ja. Úgy, mint az árka. Szevasz, Papesz, szia! Hogy spind vagy? Képzeld el, Papeszban van egy jó hírem, hogy lehetséges, még nem biztos, de lehet, hogy lesz a Planet Közterhez magyarítás. Elvileg, de ezt majd meglátjuk. Na jó van. Hát a Seven Days megnéztem most az Alpha 18-ról, ha teljesen más lesz megint a percet. Hallottam, hogy hogy állítólag újra dolgoztak. Nem is tudom, hogy érdemes-e azt lemagyarosítani most a 17-et. 86%. Hát mindegy, hát most. Hát csak, hogy dolgozni vele, azt utána megjön a 18, akkor meg kuka az egész. Hát ja. Érted?
Add már vissza annyi veszélyt. Jaj, a lábam lefáj. Na most mit kell csinálnom itt még? Itt van valami falat, le kéne verni, de itt nincs is fal, ez tiszta bagos fos. Idővel majd kiderül. Szia, Pinyó, hogy mind vagy? Kedves Pinyó, hogy szolgál a kedves egészséget? Láttam, hogy óriási deső volt tegnap is, mert voltunk ma Muralátkán. Ott valami döbbenet volt. Na most próbáljuk megmenteni a Muralátkai kutat, többet nem. Nem mondhatok, mert ez ilyen a céges ügy. Álmos fehérre kell ezt festeni, látod? Na mit mond? Na végre valamit festünk álmos na, fehérre. Na ez a beszéd. Már úgy örülök neki. Ugye? Ennél boldogabb az ember nem is lehetne. Hát könnyű örömet szerezni nekem, látod. Kolbász is könnyen tudna, de hát nem érdekli. Itt van ám a tanás, én hallom. Nincs itt. Majd amikor a kolbász elmegy, ő akkor jön, így váltják egymást. Imádok váltani. Úgy jó árkozni. Igen. Persze. De hülye, úgy jó árkozni. Berik, neked van egy nagyon ronda szarkasztikus humorod. Hát nem ezt csinálják. Puszi dobták oda? Puszi, szerbusz. Hát most már csak kiforhatná magát már az a játék is. Ja, hát Trátka az, igen. Hát de most építettek ám már, de mi minden nap járunk mostanában egy ilyen izét építettek, ilyen gátat oda építenek Trátkára. Igen, bocs, kolbász, hogy itt. Ja, nem, csak hogy akkor most a Daylight-a mi lesz? Hát... Dead by Daylight. Igen, Dead by Daylight. Köszönöm. Hát jó lenne, hogy a Tamás megvenni. Az lenne a legjobb vele, hát hogy a játszana is vele. És próbáljunk vele nem izé lenni, jó? Mert akkor nagyon nagy volt a lelkesedés, és megint Tamás mérges lett. Sőt, nekem, akit érdekel, például Berik, nekem van olyan linkem, hogy megvannak a perkek magyarul. Hogy mit vannak meg? Perkeknek a leírása magyarul. Ja, az jó. Na, látod, az például az nagyon hasznos. Yeah. Igen. Ami kolbásznak nem kell, mert ő perfekt az angol. Imádom a perkeket. Szereti a kolbász az angolt, a francia, hát nagyon jó tud állítólag franciázni. Hát, ha lehet választani, akkor inkább francia. Ja. Hát, de csak fércipa, nem? Vagy... Hát igen. Ore-ora. Gyerekek, mutatom Tanikó, egy megkérdezte tőlem, hogy jó csaj-e vagy nem jó csaj. Aztán kiderült, a csávó hapsi volt, valami gigi, nem tudom én micsoda. De úgy elég jó. Ja, úgy elég pofásan átbütötték. Először egy finnyáztat, de mondta, hogy ez hapsi, és mindjárt. Akkor nagyon jó. Ja, mondtam, az már jó. Várjál, most hogy jobban megnézem, várjál csak. Na jó, van, kiléptem ebből a játékból akkor. Neee! Na akkor most jön Tomi. Au. Hol az a Dead by Daylight, vagy mi az Isten? De ne izén Steamen vedd meg. Ja? Nem. Hát hol máshol? Hol máshol? Instant Gamingen. Szerintem nagyon gyanús nekem ez a Berik. Ez szerintem még azt is tudja, mi az a torrent. Én 100%-ig biztos vagyok benne. Hát a torrent, az a film, azt megbeszéltük. Jaj, ne veri át itt minket. Hát akkor veri szerintem. Át, 100%-ig. Ezt is nekem csak Laca mondta, csak vagánykodni akartam. Fogalmam nincs az Instant Gaming, csak Laca mondta. Gondoltam, most vagány leszek, hogy úgy csinálok, mint tudnék én is ilyen szakkifejezéseket. De hát akkor elbasztam ezt is, elszúrtam ezt. Instant Gaming. De az mi az? Hallottál már te ilyen kolbász? Hát gondolom, hogy vízben oldódik. Vízben oldódik. Hát, csak az lehet az. Úgy. Igen? Uh-huh. Igen. Hát ez a NES gaming. Csak vizet kell rá, ja, vizet kell rá. Instant kávé, Nescafé, NES Gaming.
Igen. Gondolom. Vízzel megy, vagy vízből vonja ki az oxigént, nem tudom. Pedig te nekem nagyon gyanús vagy, itt össze-vissza, hogy beszélsz itt nekünk. Hát lehet, hogy bevettem valamit, az sok fájdalom csillapító, meg az izomlazító szerintem az beszél már belőlem. Nem tudom, nekem nagyon furcsa fitámnak tűnik a kolbász, úgyhogy lehet, hogy te már más vettél fel. Hát figyelj. Kolbász nincs messze tőlem. Hát ez az. Akár. Meg is tudnánk oldani. Hát nincsen festékem, mondjád úristen. Egy közös live-ot. Hú. Ja. A Pornhubra. Hogy hová? Ide BVG-re csak. Jövök egy perc. Fogom, nincs, hogy... Ja. Ja, akkor most jön Tomi. Figyeld meg, mindjárt. Lehet, a G2A-n is fenn van olcsóbb. Mi az a G2A? Srácok, az mi az? Nem is hallottam róla erre. Amúgy megva van, avval a Gardennel szedtem meg. Úgyhogy visszajöttél, még Tomi nem volt. Hallod, kolbász, mi az a G2A? Fú, baszki, matekból ezt vettük. Igen? Matekból ezt vettük, de most nem ugrik be hirtelen. Ez szép, Pincsó. Baszik, ez kemény volt. Azt írja Pincsó, és a G2A ott is lehet játékokat venni bolcson. Mi? Hát szerintem ez nem régi jó játékból, biztos nem. Hát nem. Szerintem ők átvernek itt minket itt. Szerintem valami csaló. G2 azt írja, hogy a Steam, tehát a Steam kompatibilis játékot tudsz venni bolcson. Papa, ezt te szerintem itt velünk csak szórakozó, ilyen is nincs. Szerintem meg akarnak viccelni. Szerintem is 100%. Persze. Szerintem is a srácok ilyenek. Mert olyan hiszékenyek, naivak vagyunk, és akkor mindent beadnak nekünk. Ja, ilyeneket, hogy ilyen torrentről becsinek itt, meg G2 ákról, meg... Jaj. Hát... Beszarsz. Azt szokta, ja. Azt hitírja, ő minden DLC-t. Az, mi az a DLC? Hát az van a Steam-en DLC. Igen? Hát persze. De az mi? Duzzogó? Duzzogó lányok klubja, vagy valami ilyesmi? Mi az? Az. Az jó az. Allocating Dead by Daylight. Hú, mennyi idő lesz ez ebből te? Jaj, gyerekek. Igen? Beruházol egyre kolbász? Hát akkor vedd meg azt a izét, a komplet pakkot. Tehát nem olyan. Nem megvettem 6 eurósat. 6 eurósat? Tehát hol vettem meg ilyen? Steamen. Hát jó, oké. Hát persze. 12 giga mit tök? Az nagy. De viszont a játék élmény az nagyon jó. És mert is rátszak a Dead by the Daylight-ot. Dead by Daylight. 10 perc, jó. Igen? Uh-huh. Akkor ezért nálatok nem úgy hordják a netet, mint nálunk ilyen lajtos kocsival. Talicskával, nem ödőre hordjuk. Ja, igen. Nálunk lavorban van. Nálunk jár egy ilyen ember, és mondja, hogy kilobájtot vegyenek, és akkor így szoktunk. Hát nálunk is, csak nálunk talicskával toljuk. Ja, értem. Aha, értem. Hát ez szép. Holobat kívánok, már idősebb vagyok, évek óta évek óta adok ki szobát diákoknak, sajnos idén balúsult el a dolog. Egy nagyon megbízhatatlan társaságot fogtam ki, nem fizettek időben, szóval megnéztem a személyesen, hogy mi folyik a lakásban, óriási disznó fogadott. Na, és mit én vagyok?
Szia, Laca, padlón, dobozok, üvegek, flakonok, mindenhol kosz és mocsok, eldobált, óvszerek. Hát meg ilyenek. Ilyet. Oh. Hú, mennyi van még ebből a hatmod? Na jó, irány haza. Most jobban hallottuk? Igen. Uh-huh. Igen, hallunk. Na jó, van ezt, kitakarítjuk ezt a... Isten, hogy néz ki ez a lakás, te... itt valami nagyon nagy bulik lehettek. Azt a kurva. És most ahol van, akkor ezért Tomi. Hova ment? Én nem. Szerintem most már AFK-ban van biztos. De mit csinált? Vagy... Nem tudom már, hát én nem emlékszem, hogy az volt a baj, hogy megölte még valami. Hiéna is megölte a víz alatt. Ja igen, a víz alatt megölte egy hiéna. Megint. Vízi hiéna biztos. Hát meg azt mondta, legközebb találkozok, akkor fussá. Így mondta. Ja, Istenem. Ez 10 perc alatt lejönt, hogy mehetünk ez a nap fényezni. Jó. Már kíváncsi vagyok nagyon, hogy mi lesz. Már megtanítasz játszani, mert szerintem én leszek az első, aki meghal. Melyik? Day by daylight? Ja. Aha. Akkor azt hiszél, húzzad le, Laca. Nem. Figyeld, Laca, ez egy olyan. Jaj, de a Steam-et kell telepíteni. Csótányok! Ha egy olyan ember vagy, aki rovafóliában szenved, a csótányoktól való félelemről van szó, a játékos általános opciója van a lehetőség, hogy a csótányokat üvegdarabokra változtathatod. Mi van itt ilyen? Kik ezek a táposok? Én bemegyek, az agyon taposom őket. Mit lesel, Ancsa? Azt mondja, az Aliko kukucskát. Kifele. Látjátok, nem kell nekünk kamera. Itt a bio nekünk. Van ilyenünk. Bio kameránk van. Azt mondja, mit lesel? Ja, Istenem. Három euróért megvettem a Windows-t. Igen? Ja, igen. De hol vetted meg? Hát valami... Hát a Microsoft oldalán nem annyiba kerül. Hogy lehet ez? Electronic... Nem tudom, milyen oldal az. Amúgy nekem baszki, miért nem szóltál? Miért? Mert én vettem nagyon sokat. Én neked... Mi? Azt mondom, Berik, hogy innen mi menjünk be. Menjünk is, én szerintem átmegyek egy másik Discord szobába, mert itt nem akarok ilyen fekete ügyletekbe. Hát ez nem nekünk való társaság. Ez ajándék. Ismerem én az ilyen, ismerem az ilyen ajándékokat. Mondom. Meg hogy csak a bélyeggyűjteményemet mutatom meg. Jaj, nem kell nekem itt az ízlésüket. Gyere fel gyümölcsalátázni, mit tudom. Én nekem is múltkor mondták, hogy megmutatják, aztán nagyon fájt a seggen másnap. Ugye? Gyere fel egy barack turmixra. Ja. Gyerekek, itt akkora buli volt. Ez a Russian Fishing már nem is kell ide, vagy ne játszatok még vele? Hát, a tiéddel? Nem hiszem. Bármint, hogy a játékkal. Nem. Megint csótányokat fölporszívozzuk. Hát mi ez már? Mm-hmm. Fájnak, Anikó? Hát
Hát, ha most nem halok meg, akkor már lenne kohóm. Kutyafáját. Hú, nagyon meleg van. Hát pedig azt mondjuk, hogy... Azt nem is kell telepíteni, már csak indulni. Na. Bontsd le az ablakot. Ha még kéne az ablakot lebontani. Jaj, én meg sem néztem kiskorbász tényleg. Azt a betyárját. Kriszti, gyere! Tessék! Fél hét van, Anikó. Nézd. 8-szal. Jöjjön már, borra. Na nézzük akkor. Pest is. A rombolás. De mondjuk azt nem írja, hogy kiváló kalapács, az mi az? Hát az nem írja, hogy mit akar. Hát az nagyon jó kalapács. Legendári kalapács. Igen. Gondolom. Hát igen. Villámgyors festés. De ez már volt fessen egyszerre két falat. Hát ezt nem jelöltem már ki. A játék teljesen. Jó, hogy három falat fessek már ki. Ja, jó van, én vagyok. Én vagyok a hülye. Ötven százalékkal gyorsabb. Na jó van. Miért ilyen rohadt hangos mindig minden? És hol van a tapásunk? Ez a drága jó ember. AFK-ba. Oh no. Eltűnt a fiú. Nagyon remélem, hogy... Szerintem megsértődött rád amúgy. Rám? Miért? Uh-huh. Miért? Nekünk azt mondta, hogy rád. Ja. Nem mész vele árkozni. Azt mondta, ha legközelebb találkozik, akkor kikezeli az aranykeredet. Hála az ének. Ú, az rám is rám férne. Már egy kezelés. Na jó van, nekem napra kész, fut. Micsoda? Hát a Dead by Daylight. Mama, mondjátok el, mit kell csinálni? Hol mit kell csinálni? Hát ebbe a Daylightba. Nem tudom. Hát legelőször be kell lépni, tehát ott kezdődik. Mindjárt len van, hány perc? 5 percet ír. 5 perc. De mi ez a 12 giga? Annyira nem szép az a játék. Sok benne a karakter, vagy a cuccok? Hát már minden 12 giga, hát már az alatt nem találsz játékot. Hát a videók alapján nem egy nagy történet. De az. Van 3 kampó, 2 pálya. Nem két pálya van, több pálya van. Meg player. Hát kolbász, azt 12 giga, hogy fingomsi. Hát de most akkor hát azt mondta, hogy miért kell, hogy most már nézegettem a játékokat, főleg ezeket újabbak, hogy 16 giga ajánlott gépigényt ír. Minek? Minek kell egy játék 16? Az a RAM, vagy mi? Igen. Hát... Nem. Hát aztán sokor nem egy ide a játékok, hogy néztem azt a izét is, azt a izét, a főzős játékot, a cooking simulator, annak is van legalább izé, 10. Minimum. Igen. Aztán minek? Hogy én nem értek ehhez.
Egy biztos, rácom, hogy én hétvégén megnyerem a izét, a lottőtöst is. No. És megyünk a Tomorrowland-ra, ugye? Megyünk, megyünk. Hát én, ti meg maradtok, de... Majd küldök fotókat. Úristen, mi ez a 11 tétel a raktáramba? Megint kaptam játékokat tőletek? Nem, szerintem a izé az. A kártyák, nem? Vagy tudja rosszul. Ja. Azt hittem, hogy kolbász nekem is vett valamit, ha már ott jártak ilyen. Módba. Nem vett semmit, mi? Ilyen ez a kolbász. Hát de mit azt akarsz, hogy családos apuka? Hát az és? Hát ez az, hogy akkor kell legyen mit a tejbe aprítani, aki gyereket vállal. Igen. Hát akkor annak jusson a haverokra is. Hát de... Ahhoz is én... nem nagyon fut. De ahhoz nincsen esze, hogy mondja neki, hogy itt van gyerekek, jó kis zacskós tej. Ja. Na igaz. Kortyoljatok. Kortyoljatok belőle, ilyen jó kis izéból. Jó zsíros anyagtej. Ja, de nem sajnálja az embert. Nem sajnálom. Összefut a nyál a számba. Na mindegy, azt hittem kolbász elment a boltba. Mit vegyek Beriknek? Meglepem valamivel? De hát nem. Hát így, hát ezzel tett meg, hogy hát semmit se vett, hát. Ezzel hát lepett meg a legjobban. Hát ez az, hogy azért nem lepődtem meg. Ja, hát, ja. Most is hallom, hogy egyfolytában az anyatejet csúcsúzza. Ja, azaz. Hallom én is. Némi tanál le magát. Megromoljon, ha csak kilöknénk. Tereld fel az eszközt, mit szereljek fel? A radiátort, majd fel. Takarítsd a szennyeződést. Micsoda? Hát, mert az eredeti csomagolásból eszi. Hát ez az, hogy mi is abból el tudnánk ám csócsálni. De rág nem gondol, hogy itt van a vége, rágjátok meg egy kicsit. Ja. De csak zsinomad. Úgyis kettő van. Ja, ez a másik. Egyet a balból, egyet a jobból, de nincs ez esze neki. Szégyellem. Tudnánk kocintani. Figyelj, nálunk van egy ilyen a kollégákkal megállapodás, hogyha ne adj Isten, vala bármelyikünket történne valami, akkor a párját a másik kettő örökli. Szép. Hát persze. Szép. Hát ne egy vadidegen itt. Megvan beszélve. Hát most ha beszélgettünk ilyen pizé próbakörről is, hát hogy ne vegyünk zsákba macskát, ugye? Várja, akkor azért akarja, amikor mennyi dolgozni, nehogy azt higgyék a többiek, hogy annyira le vagy robbanva, hogy bevetésre kell jönni. Hát, de azért lehet. Lesz téged. Lehet. Norbi, jól vagy, nincs semmi bajod. Egészséges vagy, gyerünk dolgozni. Hát most, hol van még egy? De hol van Tomi? Tomi, hát... Tomi az most hát otthon van. Igen. Akkor szerintem már elment kutyázni. Három negyed van. Lehet. Hát mondjátok, ha mehet, és akkor átalakul a House Flipper Live Dead by Daylight-ra. Na, le is jött. Hát még itt van valahol. Kerest is a játék. De most ez itt elmenti? Ki tudja mi? Mindjárt jövök. Nem tudom, hogy most így elmentette ez így az állás. Na, nagyon remélem, hogy elmentette. Jövök mindjárt. Ne! Ó, nem lehet izéból kimenni. Küldetésből. Ejjjj. Hát most itt elment. Ennyi melom. Jó van, srácok, akkor egy fél pillanat, addig berakok nektek egy ilyen szkámos, vagy egy ilyen szkámos intrót, jövök, és utána, akit érdekel, egy Dead by Daylight-tal folytatjuk, amíg itt összeszedjük magunkat. Egy pár perc, és jövünk.
Na itt vagyunk, srácok. Ja, gondolom, te a csaj vagy, Norbi? Te mindig csaj vagy, Norbi. Igen. Ja, én igen. Azt mondja, nincs még pontom, nem tudok izélni, fejlődni. Igen. Jó. Mindjárt lesz kép is nektek, srácok. Daylight. Ja, itt is van a kép. Eltűntem egy kicsit, de majd is vagyok. Na, hát sokat még nem lehet itt variálni, leginkább is semmit. Na, semmit, ja. Úgyhogy én redizek. De várjál, akkor most ki a izé? Várjál. Most hogy tudok én átváltozni, hogy én legyek a gyilkos? Hát most itt valaki a gyilkos. Most már 50-es vagy. Aha. Jó, de itt nem az számít, kolbász, hanem a... ott a jobb felső sarokban nálatok az a izé, 20-as van. Egy ilyen bekalikázva. És hogyha az minél lejjebb vagy, annál jobb. Az a szara. Annyira, hogy én se értem, majd lehet, hogy te megérted. Na hogy tudok én akkor így gyilkos lenni, basszus? Nem, az a blood web, az micsoda? Valójában vagy. Azt mondja, hogy tisztelt. Hát nem te vagy a host, azért te vagy a gyilkos. Nem, az ez vagyok én. Várjál. Akkor nem létre. Hogy is volt már? Hát esküszöm, nem tudom. Ja nem, kosztüm, nem. Itt tudok választani a izét. Karakterek közül. Na várjátok, akkor lehet, hogy akkor kilépünk, jó? Feloszthatom ezt a lobby. Szevasz, Dragon! Szia, William! Hello, hello! Sziasztok! Mi újság van? Mit játszunk most? Dead by Daylight-ot játszunk. Itt van, hogy Play as Killer. Így van, Play as Killer, igen, de viszont... Igen, csak... Várja, Fiend Match. Öcsünk. Ja, várja, de ide kéne meghívni. Hát igen, csak arra rámegyek akkor... Igen, hát úgy kéne, hogy kill your friends, várja. Ja, kill your friends, ja, hülye vagyok, igazad van, arra ment, arra kell rámenni. Na, ez az, megölöm a kolbászt, meg megölök valami humberiket. Laca, neked van? Micsoda? Ma most már? Játékot? Nincs. Na most meghívtalak benneteket. Na ez az, így lesz a jó gyerekek. Na Dead by Daylight tudunk, aki a játékot nem ismerné, akkor majd megismeri. Na figyelj, kolbász. Meg Berik, hogy nagyjából tudja. Nektek az a dolgotok, hogy van a pályán ilyen izék motorok. És azokat bal egére kell megjavítani. És összesen vagy hármat vagy négyet kell, igen. Hármat vagy négyet kell, és akkor az a nehezítés benne, hogy időnként lesz egy ilyen, megjelenik egy ilyen kis mérőszar, hát amit láttál talán a live-on. És csod, izéval kell megállítani, a space-szel a kijegyelölt izé helyen hát azt a mutatót. Hogyha az nem sikerül, akkor egyet az a szar robban, és azt akkor én majd izén látom. De... Egyet fordul, vagy pörök. Egy lehetőséget van. Egy lehetősége. Hát az elején nagyon-nagyon nehéz. Hát be kell szokni. Nem, space. Izé van, a space-el állítod le, igen. Hát az elején mivel, nagyon mivel nehéz. Szerelek? Jobb egérgombbal? Ballal, és akkor vannak ballal. Ilyen képességek, hogyha találtok ládát. A pályán van kettő darab láda. Abba, aki tudtok turkálni, szerszámos láda van benne, orvosi készlet, hát meg még, mit tudom én, mi nem, és hogyha szerszámosotok van, az azt jelenti, hát de akkor, ha jobb egéllel javítsatok szerszámost, és csak akkor dupla olyan gyorsan javítotok. Akkor még alapból van egy képességetek orvosi szar nélkül, hogyha a prerikva vagy te megsérülsz, hát egymáshoz mentek, hát balegére tudjátok egymást gyógyítani. De viszont hát ott is van ez a kis mérőszar, hát ő spészezni kell.
És akkor, ha a space-t nem nyomom meg, akkor mi van? Akkor is nem nyomja. Mondom, akkor egyet, hát durran. Akkor durran egyet, hogy akkor meg meghallja a gyilkos. Így van, így van. És ha pont heal emberéket is eldurrantom? Ja nem, hát akkor sem, akkor egy gerinc egyen roppan. Hát ez szerintem a csomószor megvan, az tuti nem egészséges. Igen, igen, én vagyok a gyilkos, igen. Na szóval akkor még van olyan, hogyha földre kerültök, és mondjuk nem szed a gyilkos beneteket föl, balegére föl tudjátok magatokat hílelni. De viszont, de viszont teljesen nem, de ezt jó megállni, mert aki segítségetekre megy, akkor annak csak azt az icipici hiányzó rész kell neki, tehát föléle, tehát így gyógyítani. És akkor ugye föl tudsz állni. Akkor, hogyha megvan mind a négy darab motor, akkor föl fog villanni egy ilyen szar, és akkor látjátok, hogy hol vannak az exitek. Bár ez lehet, hogy egy gyilkosnál van, vagy nem is tudom. Na az a lényeg, hogy akkor az exithez kell menni, a kapóz, és ott van egy ilyen relé szar, amit ugye föntről lefelé kell húzni. Na, de akkor az első kör azt úgy játsszuk majd, hogy nem ölsz meg, hanem segítesz. Ja jó, oké. Na akkor csak, menjünk. Tudjuk, hogy mi milyen. És akkor várjál már még, Laca, még egy ideje. Hol van? Még telepít vagy, mit tudom. Na gyereke, hogy, akkor csapassuk. De igen? És halljuk egymást? Tehát mi halljuk, amikor... Hát figyelj, hát most ez úgy lesz majd pedig, hogyha direktbe játszunk, hogy az aktuális gyilkos az külön megy. Na azért mondom, mert ugye majd amikor ha a gyakorlásnak vége, akkor külön. Persze, hát hogy ez ilyen de hallja a gyilkos, hogy hol vagytok. És akkor most csak ketten leszünk, nem dob be senkit. Micsoda? Nem mert, kill your friends. Ja. Hát csak barátok. Ja, jó. Ja. Na itt vagyok valami veszettül csúnya helyen. Ja, és úgy, hogy hát azt még nem mondtam, hogy mindegy gyilkosnak, ugye így kompenzálja játékunk, hogy én nekem csak FPS nézetem van, belső nektek meg TPS, hogy nekem vannak különleges képességeim. A csávó az fárad amúgy? Nem, itt ilyen nincsen. Nem fárad el. M1 search, az M1 akkor az a balegér. Igen, balegér. Akkor ja. A másik az, gyerekek, hogyha én a közeletekbe járok, akkor meghallottok egy szív dobogást. Aha, én most hallom is. Igen? Na akkor elmegyek. Figyeltek, inkább csináljuk úgy, hogy három kört menjünk így, hogy akkor lássátok a gyilkost is. Hát próbáljatok azért játszani. És te a lépteimet azt hallod, hogy ezt nem, hallod vagy? Nem hallom, de viszont láthatlak. Tehát azt a játékedvén nem mondd el, hogyha hallasz. Jó? Jó, rendben. Akkor még annyit segítek itt nektek az első kör gyaránt, hogy én nekem igen. Csapdákat tudok én lerakni, ilyen medve csapdákat. Ja igen, ez a medve. De azt mi látjuk? Hát hogyha odafigyeltek, de ugye nagy stresszben, mikor kergetlek, nem biztos, hogy azt fogod te nézegetni. És ezt általában a gyilkosok ilyen erőszeretettel azokhoz a javításra várókhoz rakják le. Szerintem be fogok szarni. Meg akár oda is rak az ember, hogyha mondjuk fölkampózom bárkit. Tehát ha egy embert fölkampózom, akkor a kampó elé lerakom. Hát hogyha éppen a másik jön javítani, akkor az jó lépjen bele. És ez nagy ez a pálya? Hát most fingom sincs. Hát térkép az nincsen. Nincsen. Figyelj, én se ismerem. Ja és akkor plusz vannak ilyen raklapok, hogyha találkoztak. Raklapokkal találkoztatok már. A pályán a motorok azok mindig ugyanott vannak? Na most észrevettem egy embert. Csak most... El is vesztettem. Aha, itt van. Kurva Isten itt! De ne bánts! Hát miért ne bántsam? Hát mit csináljak vele? Kolbász, lőd le! Hát de mivel? Nincs is fegyverem. Hát itt nincsen. Nem érdekel, lőjél! Bazd meg, pedig el tudtam bújni és visszajöttem. Azt hittem, hogy arra jön. Na most már megfogom a pelliket. Ide. Na és várjál, mert múltkor, amikor néztem a videót, akkor te láttad végig a izéket. A csávókat.
hogy ilyen piros volt, meg sárga volt, hát, meg ilyen hülyeségek. Hát, mert ez perkektől függ. Te most itt én is hülye vagyok, hogy... Hogy a francba veszlek főbe, az meg? Sehogy nehéz vagyok, hagyjál itt. Nehéz vagyok. Menj innen. Ja, pikász, pész. Nem, már pont most tudtam volna felállni. Na most akkor figyelj, kopász, hogyha már profi játékosok lesztek, akkor... Ja igen, és most felvettem a Beriket, akkor ő gyorsan nyomkodja az A-t meg a D-t, és akkor van rá esélye, hogy lehubbad. Az A meg a D? Igen. Aha. Akkor a másik az, hogyha már trükkösebbek lesznek, akkor tudsz ide jönni segíteni. Itt előbb itt látod, most leugrott a Beri. Tehát most tudsz ide jönni addig engem, zavargolódni, van például a játékban zseblámpa. És akkor a zseblámpában a szemembe tudsz világítani, és az úgy, hathál, mint a Flash. Ja. Nem bírom meggyógyítani? Megkergetjük ezt a Beriket, srác. Hát már hova kergetelem? Nem bírok menni. Hát, na, de jó van, izé, hagyjuk a... akkor, izé, gyere ide, a... kolba, izé. Hát de hova? Gyere ide, hogy gyógyítsad meg, látsz egy ilyen, várjál, Berik, most nem bántanak. És te engem látsz? Csak visszeltem, na most, ne gyógyítsad meg magad, Berik. Ne gyógyítsad meg magad, hagyj gyógyítson meg a kolbász. Hallod, hát, kolbász? Hát tudnám, hogy hol vagytok. Látod ezt a nagy... valami épületet? Nem látod ilyen nagy leégett szar. Egy ilyen csónak van ott, de oda gyere! Ez a leégett szar. De szerintem több is van, nem? Nem tudom, hát hogyha hall a szív dobogást, akkor mondjad, hogy hallod. Hát vagy te gyere velem, jó? Izé, Berik. Ilyen tocsogást hallok csak. És te nem lehet felugrani a cuccokra? Nem. Ugrani nem is tud? Nem lehet. Ezek ilyen bénák? Aha. Ja, én is próbáltam, azt nem mondom. Na közben majd gyere! Te! Izé, na te is itt járkáljál kolbász, hogy hát összefügy. Vagy mondjál a lát. Most nagyon dobog. Na, akkor gyere a dobogás felé. Akkor rossz fele mentem, mert most már nem dobog. Most már nekem se, pedig itt állok mellette. Ja, itt van még. Na, akkor most gyógyíts meg a kolbászt. Vagy a kolbászt, a Beriket. Ez az. Ja ez simogatja, tényleg. Aha, simogatja. De jól esik. Kicsit lejjebb. Jó, ott följebb. És közben tolja neki a izét. A tököt. Ez az. És na a... most akkor, igen? Ezt a gyorsat, ezt a space-t, ezt egyszer nyomja be? Milyen space-t? Ezt a körbe space-t. Igen, egyszer. Dick meglátott. Azt mondja, meglátott. Ja, ilyen perkek vannak most neked? Na nem, most akkor várjál. Mit? Nem értem, amit. Annyira szól a zene. Na most várjál, kupasz. Ja, hadd vágjuk le a izőt. Aha. Akkor most próbáljuk meg azt, hogy... Na, hogy izé levágom a kolbászt, akkor te pedig izé HP-zatokat föl, jó? Hát, amennyire tudsz. Ez az? Ne te pedig! Ezért, te HP-zat magad föl, hát, hogy ezt is izé tudjad. Ne menjél! Hát nem ásszál, hanem izé HP-zat magad föl, izé ameddig lehet. Hogy ezt gyakoroljátok. Ja, hogy nekem is lehet. Lehet? Ja. Hát ezt mondtam, de viszont neked 100%-ig nem lehet. Gillian, most lesz egy ilyen gyakorlókör, és utána élesben nyomjuk, úgyhogy akit érdekel, az maradjon felünk. Ja, hogy nem is lehet teljesen. Aha, nem lehet. Find help. Így van, és csak akkor már most fog téged a Beric. Hát de viszont... Támasz meg. De viszont izé kolbász meg Beric, hát hogyha így leváglak benneteket, és mondjuk... Ja, aha, várja, most volt a jel. Bassza aha, meg ez. És mondjuk lenne szerencsétek. Nem baj, még egyszer. Gyere ide. Ne menj el. Már de olyan hangos az a szar, mindjárt leveszem. Ja, a halk is. Hiába vettem le, még így is igaz. Hát mert így próbálok neked közben, azért mondom itt az okosságot. Mondhatod. Na, hogyha így levágnak benneteket és valamilyen dokból itt hagylak, így mindig HP-zátok magatokat föl, mert aki jön nektek segíteni, sokkal gyorsabban talpra tud állítani. Ja.
Na rakjál fel az izére, az hogy kell leszedni egymást, azt próbáljuk. Na várjál, figyelj, most leváglak, felveszlek, most aki nyomkod majd az izét, az izét, az meg a D, jó? Ez írja is? Aha. Aha, látom. Ja, lehet így verekedni, aha. Hát ez nem verekedés, így dobálja. Kapálózása. Ja. Kapálózni tudsz. De egy erőteljesen, bazzeg, és közben zenged is, látod, most sikerült. Jó, ja, és akkor gyerek menekülni. Na várj, jövök vissza. Gyere vissza, hogy... Várjál, én most mit csináltam? Ja, te gyere velünk, te minket köves. Nem bírok menni, lebugolt és elszundikált. Fáj a torka. Itt van. De... Hallod? Nézd hát, már meg, mit csinálok. Várjál, én mindjárt megyek. Szereld azt a valamit, nem? Nem, lebugolt ide a fűbe. Felrakott a csávó. Ja, beleléptél belik a csapdámba, baszod. Ja. Azért mondom, hogy nem. Na most levágtalak. Figyelhat, hogyha belelépsz, bal egyére tudod kinyitni. Hát most bocs, ezt így árultod. Nem láttam, hogy mi. Várjál, Kolbász, te pedig bal egére tudsz leugrani, de hát jó, hogy megvan mindenki. Mindjárt hát, megpróbáld felállni. Így ilyenkor, mert meghal sajnos. Ja, ilyenkor sajnos nem tudsz beri. Hát a Rico. Ez mi volt ez? Hát ilyenkor meghalsz, tehát ennyi. Tehát hogyha sokat nyomod a balegeret, akkor ugye így meghalsz, tehát jön ez a szart. De hogyha izé spészezel, tehát nyomod a spészt, akkor tartja ezt magad előtt. Hát hogy a hasában ne menjen bele. Ja. És hogyha sokáig spészezel, hát akkor mondjuk a Berika vagy a Laca menni tud nektek segíteni. Na én már ennyi vagyok. Ennyi voltál, bocs, Berik, tehát a lényeg az, hogy ilyenkor, hogyha ebbe csapdában belelépsz, akkor balegére kibibirod izin nyitni. Azt hittem, hogy akkor, mert kiírta valamit, csak azt hittem, hogy az a szerelni kell akkor azért. Azt hittem, hogy nem, azt hittem. Az öreget is feltette. De várjál, most a Berik az miért van még benne? Hát simán meghal, nem? Hát mondjuk most hal meg. De várjál, Berik, hát... Most kellett volna gyakorolni a space-ezés, mert ilyenkor kiírja a játék, hogy space. Megnyomtam a space, de belépjük. Ja nem, folyamatosan kell azt nyomni. Ja, le kell nyomva tartani, ja. Nem ja, nyomva kell tartani, de nem nyomogatni kell. Így van. Nyomogatni? Ja. Na hát akkor mi menjünk egyet most már így élesbe. Jó, most a leave-re kell nyomni? Hát várj, én azt se tudom. Ja, leave. Szerintem nem. Ja nem, mert nem. Akkor exit part, de más nincs. Ja. A más hát nincs. Csak a lyuk van. Ja, nem, bocs, ki kell, minden egyes szar után meghalunk. Na ja. Most akkor a Laca az a játékhoz ért. Úgyhogy őtől le tudtok kérdezni. Hát mert most már hagyj gyilkoljak le már benneteket. Hagyjad már! Hát de! Hát itt vannak a nézők is, itt szeretnék, hogy látni, hogy folyik a véretek itt össze-vissza. Laca, mehet a játék már? Mindjárt videokártya driver. Ja! Na jó, addig várunk, jó skacok? Vagy addig pontot így, nem mit, is kaptunk? De, kaptatok valamilyen. Na most akkor... Hát akkor nem. Na akkor mi még egyet addig, akkor mi menjünk, amíg a Laca is. Na menjünk. Aztán most akkor próbáljuk meg élesbe, szereljétek a... A izét, a motorokat, izé, mindent, jó? Mm-hmm. Jó. Gyerekek, végük lesz. De hol van Tomi? Hát ez az. Az biztos tudnám élvezni, mikor leverem ebben a bacsétával. Az nagy. De jó, de az biztos élvezni, hogyha ő verne le engem. Mindjárt küldök neki egy kulcsot. Na és akkor látod, Kolbász, hogy sikerült a Berik nem nézett a lábam felém, leraktam a csapdát. Igen. Tehát itt figyeljetek a... Ha lehet menni a szekrénybe, Kolbász. Igen, a szekrénybe be lehet menni. Igen. Hát de viszont a szekrénybe az egy olyan 50%-os ám, hogy oda bementek, mert hát általában megnézik, vagy hát az ilyen izén a glutri, tehát a lényeg az. Most jó itt hagytam, mehettünk ám volna együtt. Hát ja. Ja. És nem ér kempelni a özé mellett. Igen. Most hogy rakom le ezt a szart most?
Azért. Nem kell arra. Jó, de hát itt megtalálni bármit, hát ez halál itt. Hát figyelj, mi se ismerik a pályákat, tehát ez... A futássebessége az mind a kettőnek ugyanannyi? Ugyanaz, az van, nincsen semmi. Hát tehát nincsen itt, nem fáradsz el meg ilyenek. De mint az, hogy te nem futsz gyorsabban, mint mondjuk az áldozatok? Szerintem nem, hát de mondom, vannak perkek. Jaj, fasz meg. Na most például Berik elrontotta, mit? Hát nem majd utána, vagy gyilkos, itt van, van a Berik, itt fut. Na jó van, ennyi Berik most. Kolbász! De miért hagytál egyedül? Én nem is láttalak téged. Hát itt kezdtünk együtt, aztán te elszaladtál. Plusz a másik srácok, hogy a gyilkosok vagytok, és mondjuk találtak egy motort, ami már javítva van, akkor igen, egy kicsit lebírjátok rontani. Oda mentek hozzá Space, és akkor a karakter belerúg. Mindig a duhajkodás, mindig a rombolás, mindig a másiknak a munkáját. Na és a motorok azok minden pályán ugyanott vannak? Nem. Pont ez benne a lényeg, hogy a pálya az úgy ugyanaz, de viszont a vizék mindig máshova. Itt van a Verik megint, nézd, a Verik szegény az. Nagyon rá fog baszni egyszer. Figyeld, itt van, hello! Beri, fuss ilyenkor! Ne fújjál le! Amíg tudsz, fuss! Meg kell fut shift-tel? Nem, nincs de. Shift plusz. Van, bocs. Akkor a másik gyerekek, hogyha futtok, tehát ez még a játékben nehezítés, hogyha futtok, rohantok, a gyilkos, ha ma most én látok ilyen nyomokat a fákon, hogy ti merre futottatok. Hát tehát nem mindig fussatok. Hát amikor kell, akkor fussatok. Ja. Persze. Akkor de még a másik... Nem egyedül hagytál, kolbász. Akkor még egy másik, hogy a izéját, hogyha mit tudom én, három darab motort kell megjavítani, és hogyha kettő motort javítotok meg, és már csak egyedül vagy túlélő, akkor van ilyen, hogy exit, egy ilyen vészjárat. Na most például itt megjavítottatok egy előttem egy motort, tehát nagyjából neki itt a környéket kell néznem. Ja, persze, azt te is láttad? Persze, látom én azt. Ja. Látom én azt, amikor megjavítottátok, és akkor még kettő motort kell kinyitnotok. Ja, vágesz. És akkor utána meg valami kapu, azt is így meg kell találni külön. Persze, na próbáljuk meg azt is. Hogy javítsátok meg a motorokat, hogy ne mondjátok, hogy izé vagyok. Bunkó. Hát itt én azért kereslek itt bennetek. Ah, most láttam egy embert, ott fut. Szerintem kulpász az. Itt volt a kerítésnek a célén. Alól itt lehet ez a gyerek. Hát ide elbújta. Fa mögé, vagy valami, vagy lehet, hogy most hallotta ugye, hogy mondtam a nevét. Berik! Fussál! Hát most nem állom a csávót. És csak akkor dobó, mikor a közelembe vagy, mi? Igen. Fasza. És pluszba, hogyha a környéketeken vagyok én, akkor ne szereljetek, mert azt én hallom. Ilyen szuper hallásod van? Ha nem szuper hallásom, hát hallom, hát amikor szerel. Nem akkor át, hogyha fényévekre vagyok, hogyha ott vagyok a motor mellett. Aha. És a kulcsot hogyha... találok, az mire jó? Kulcs? Meg ilyen totemet. A totem az fénygomb sincs, az majd talán te majd, te mehetet úgy szangolul, a kulcs. Milyen kulcs? Ja, kulcs, az a izére jó, az nyitja ki a vészkijáratot. Hát, hogyha megtalálod. És az meg a másik, hát izére, tehát ezt akartam mondani, hogyha mondjuk egyetlen egy túlélő maradt, kinyitottatok kettő motort, hoppá, Berik belelépett az egyik csapdámba, én ezt most láttam. Szedjed tudom szavarítani? Kid, de én most már látom is a Beriket, hogy tovább lépte vele. Itt van, ne aggódjál, nem bántalak, Nyugi. Nem bántalak, nagy kicsak ezt a izét. Nem fog fájni. Ja, nem bántalak, hamar végzek, mi? Ja. Ember, hogy lássátok a kékét is. És az még a másik... Gyere, kompász, de ne bújjál vele átlag. Gyere, segíts a terét. Hogy nem, itt vagy, kicsi kompász. Ah, se tudod, hogy hol vagyok. Nem beszélj nekem, itt voltál. Itt láttalak. De baszki, ezt kibad... Oh,
második nem sikerült. Hát, igen, most... sokáig tart. Hát azért most visz, és segíts a Beriknek, most ne avval foglalkozz. Látlak, hello, hello! Oh. Menj és segíts inkább a Beriknek, mert még egyet rád. Hol a Berik? Gyere ide! Ez nagyon félelmetes. Ezt élvezel, igen. Szadista állat vagyok. Szereljetek, rabszolgáim! Így a gyorsabban, duplán nyomja. Persze, hát hogy a ketten, persze. Ja, ez a genyó, eldugrom. Hát a legideálisabb az, srácok, hogy hárman vagytok, most hárman szereltek egyet. Maradjatok együtt. Ne robbantsál, korbász, mert akkor megijedek. Mindig van egy ilyen ijesztő hang, még mielőtt kijön a space. Igen, 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 egy ilyen ding! Igen, van, azt nem figyeltem. Van. Úgyhogy érted az átúcs, hogy idegileg hang. Oké, okay, ez is meg. De akkor ezt amikor megjavítjuk, akkor te ezt látod? Persze, mert... nekem egyet villan egyet, egy nagyot. Na gyertek mert akkor. Gyertek velem, mert én így gyilkos a izékat is látom. Gyertek csak be, errefelé. Gyertek. Itt van, van egy. Nem kell meggyógyítani, Berik, ne foglalkozz ezzel. Micsoda? Ne gyógyítsátok, mert most azért hagylak benneteket kimenni. Na, robbanó genyó. De megijedtem. Jugi. Oh! Úgyhogy majd meglátjátok, hogy gyilkosok lesztek, az összes gyilkos az összes ilyen motort látja. Hát, hogy hol vannak a pályán. Hát ez csalás. Hát de ti pedig izébe vagytok, perkeitek vannak, négyen vagytok ideális helyzetben. Nekem a látószögem izé kisebb. Na és akkor most meg lesz, hallotok majd egy ilyen tudát. És akkor látjátok, hogy hol vannak az exitek. Kettő darab van. Berik nagyon vérzik. Hát nem hal meg itt. Nem vesz itt vért. Na megvan, és akkor most láttátok az exciteket, hol van? Ja, hogy mutatt, hogy hol van. De viszont ezeket én is látom. Most már ne javítsál be, Berik. Menjetek a... kimásztam. Ja, mert egy valami túrant, akkor kolbász volt, nem tudom ki volt. Menjetek az excitre rá. Ja, hogy nem még erre... azt is külön ki kell nyitni. Persze. Nem erre volt? Hát, kolbász nagy nyitja. Hát ezt várj. Mindig figyeld meg, pedig az utolsó rá koncentráljál, hogy hol fogj villani, mert különben leszik. Na de most érted, itt állok, simán levágsz. Hát hogyne, és plusz ezt még én ezt hallom is. Na, menjetek ki. És én meg ennyi. Aha. Így zajlik ez. Szerintem pedig szarok tőled. Na. Oké, na itt van a Laca is, akkor lift, és akkor most következik egy élő gyerekek. Mindjárt még itt maradunk, egy szobában. Mindjárt meghívom a többieket. Laca, Erik, Kolbász, Jóska. Azaz. És én akkor elmegyek, jó? Jó, szia. Elmész? Elmegyek egy szobával. Lejjebb vagy feljebb. Na itt vagyunk gyerekek, akkor most ezeket a csávokat itt lemészároljuk. Na már csak a Reddire kell nekik csak pakolni, nem tudom, hogy mikor jönnek erre rá. De hát, hogy lehet, hogy taktikai megbeszélést tartanak, aha, egy ember már redizett. De most megpróbáljuk levágni mindegyiket. Aztán elkezdődik az izgalom. Na, két ember, persze Kolbász Jóska mindig állítva
valamit, és jön az igazi halál. Ja, és én is 20-as lettem, nézzétek meg. Hagytam ugye kimenni őket. Na de most viszont... Most viszont kapnak a pofájukra. Szia, who are you, man? Na és akkor indulunk is, már pont akartam én, hogy go. Na gyerekek, nézzük, hogy miből élünk. És plusz még a perkeket nem is meséltem még el nekik, majd ezeket később elmesélem. Úgyhogy nézzük, hogy... És szurkoljatok nekem, hogy hadd csapjuk le ezeket a kópékat. Három darabot kell neki kinyitni. Három ember, három motor, plusz egy kijárat. Jár, betölt. Vagy nem. Ugye valaki nem lassabban nete most, és akkor azért tölt be ilyen lassan. Na, aha, na mindjárt elkezdődik legalábbis, nagyon remélem már, mert már izgatott vagyok nagyon. Most mi a szar van? Úgy lelassult az egész, na most indult el. Elkezdődött a buli, gyerekek, havas pályán vagyunk is, gyilkolunk. Na nézzük akkor, hajrá, 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 hajrá. Egy jóképű csapdát ide le is raktam. Ez egy új map, ezt én nem láttam még. Soha. Azaz. Aha, így javítják ezek a huncutok. Itt van a Berik, mi? Hú, beléütöttem. Ez az, visszafelé menj. Jó, leütöttük a gyereket. Figyelj, ez meg szerel itt mi? A kolbász szerel, mondta el, kire szereljen! Ez az igazi. Egy kapu kinyílott. Kolbász nagyon trükközik. Hogy van? Levágtuk a kolbit. Levágtuk a kolbászt. Ez jó kis játék. Szevasz, Pere! Szia! Hogy spind vagy? Na visszanézzünk, ahol Periket levágtuk. Ja, plusz még a madarakat nem is mondtam nekik. Aha, ez lett itt megjavítva. Hát már nem is emlékszem, hol csaptam le ezt a Periket. Na nézzük, hogy egy ember fekszik még mindig. Nézzétek meg, még Berik fekszik, kolbász fenn van.
És Laca pedig nem tudom, hogy merre van, segíten nekik vagy nem, de most nem bántom ma. Megpróbálom hagyni nekik, hogy fel tudja szedni a Laca. Ezt is szerelve volt. Látjátok. Hát ez nagyon jó játék ez. És nézzétek meg, nem szedi le a Laca őket. Na, Laca nyitja a kapukat, de miért nyitja, nem tudom. Ha mindegy, megpróbáljuk, hát akkor. És Beriket felszedte. Kolbász is jön. Nézzétek meg. Felszedték a srácokat. Na, egy icipicit. Várjuk itt. Bollári, Sáli, Lári. Megvárjuk, hogy meggyógyítják egymást. Jó, aztán a végén lekazaboljuk őket. Aha, Berik már, elnézést, Berik már meg van gyógyulva. Hogy ne fegyem el a játéktól a kedvüket rögtön, de most már nem leszünk ilyen jó szívűek ám. Egyszer az volt a most. Itt a Berik. Van ez kolbász, hú! Itt van, itt Kolbász. Kolbász mester! Ti szeretitek a kolbászt? Igen? Én is. Ez az. Itt hagyjuk most, jó? Itt hagyom a srácot. De nem mindig leszek ilyen gyóci. Itt van a Berik! Egy tétad volt te! Elveszik a csávót. Imádom ezt a játékot. Imádom ezt a játékot. Na jó van, megkeressük Kolbászt. Itt van a Laca! Az a baj, hogy Kolbász még fekszik valahol. Megpróbáljuk felszedetni a Lacával, mert akkor nekem kell megkeresni. Megpróbáljuk megkeresni Kolbászt. Buta voltam. Kidurrantott ezt itt. Mi durrant itt el? Kolbász még mindig fekszik. A kolbász itt föl. Fölpakoljuk a kolbászt egy ilyen izére. Itt kúszok, bászoltad a kolbászt, de kolbásznak. Kapod a helye. Ez a beszéd. Hogy van? És már csak a Laca van itt játékban. Hát az életem van itt. Fú, na utána bosszút állnak a srácok, mert... Utus Laca. Hol lehet ez a Laca? Nem ez volt szerelve. Aha, itt van mi. Figyelj, bebújt a Laca szekrénybe. Ha micsoda kis...
Hello, Laca! Hello, beszéd! Hello, Laca! Hova tudom főkapózni, Eli? Jóval, oké. Hát én nincs jobb játék, srácok. Mi erről a véleményetek? Le is izélom magam itt. Akkor ma simán. Sziasztok. Sokkal gyorsabb, hallod? Sokkal-sokkal gyorsabb a gyilkos, mint a, az áldozatok. Nem, hát nem értelek, tudod. Sohasem. Hát trükkben voltam. Nem, hát majd nézd vissza a live-ot, ahogyan te mondjuk balra mentél, én leváltam a kanyart. Hát annyi az előnyöm, hogy én vagyok mögötted. Hát, nem tudom. Na most akkor melyikőtök akar bosszút állni? Valamelyikőtök. Beringhez ennyi a Bering. De várjatok, akkor én kilépek, várjatok. Hogy ilyen... Ez az. Mehet? Várjál, most úgy kell, hogy... Hát küldöm a... Neked kellene... Igen, akkor te vagy már a gyilkos? Még majd most akkor. Ja, akkor legyél az, hogy tudod, hogy... Laca, kill for izé, friends. Igen. Oké. Okay. Küldtem. Oké. Okay. És akkor... Menjek ki a szobából, igaz? Aha, menjél ki. De és akkor majd meglátod itt a izét a... Na, akkor a... kimentem. Oké, igen. Az volt a baj, kompász, neked, amikor megöltelek, te... Hallottad, hogy ott vagyok, mondtam neked, amikor szívdobogás van, amikor legelőször levágtalak, hallottam, igen, hogy azt szerelsz. Ne szereljék! Meghallod a szívtopogást, blapítsál! Jó, persze, mondtam neked, hogy hallom. Jó, hát így is azért hagytalak benneteket, mert... Persze, hát tudtuk, mert simán le tudtál volna szedni. Ja, hát csak gondoltam, adok kis esélyt. Na jó van, akkor csapjunk bele, meglátjuk a veriket, hogy sikerül. A másik megsrácok, azt nem mondta Beriknek, mondom neki is, hogy erre loadout, nem a loadoutra. Van egy ilyen perkes szar, és akkor ott tudtok ilyen szarcságokat gyűjteni. De hogy ez mindig változik. Ja. Ó, basszus, mit nyomtam. Várj, menj vissza, ez az. Nem is kell kilépni, tudod, változtatni. Igen, 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 igen. Ja, tényleg, akkor ennyi. Na, akkor nézzük a Beriket. Na és akkor srácok... Négy motor kell? Igen, és akkor próbáljuk meg együtt maradni. Együtt. És hogyha ha durran az... A perket azt elégette, az normális? Igen, és az a lényeg, hogy amikor téglek, hát hogyha pont az ég, hát amilyen te beraktál, akkor az nálad aktiválódik. Legalábbis én azt hiszem... Na maradjunk együtt. Hát hogyha... Nem tudom, hogy látjuk-e most így. Én valakit látok. Én senkit. De itt van Laca. Jó. Okay. Van egy zseblámpa a kezembe, ez hogy sikerült? Hát az, beraktad valannak. Akkor szerejétek azt. Azt szerejétek rögtön, lesztsetek neki. És mondom, meghalljátok, a Berik jön, ne szereljetek. Ja, és még a másik srácok, hogy a kempelés. A kempelni ne kempeljetek, mert vannak ezek a farjak. Ezek majd ott fognak retkedni. Itt van mögöttem! Mi a tök? Ja, látom én is. Ez most volt? Hát nem is volt senki mögöttünk. Nem, ez izé, van egy ilyen. Ő lehet, hogy egy ilyen gyilkossal van, mert több fajta van. Rengeteg fajta van. Van ilyen kongatós meg, hát ezeket mind ki kell. Belém is baszott egyet. Hát másik meg az, hogy neked Laca, mert menni kellett volna segíteni a többieken. Ti láttok most engem, hogy lógok? Igen, persze. Vagyok mellett. Jó van. Úgyhogy most próbáld meg levenni a kolpászt. Ja, már le is vetted, oké? Kösz. Oké, aztán fussatok onnan a francba. És egy ilyen alkalmas helyen, gyógyítsad akkor meg a izét. Kolbászt. Tehát egy ilyen, próbáljunk egyfajta stratégia szerint. Aha.
Aha, úgy, majd kör is van. De tehát... hogy a tökben nem is látok, mert csak ott volt hirtelen mögöttem. Hát de most ez melyik gyilkos ez? Kolompol, vagy mi? Kolompos. Ja, ez a kolompos, hát ez egy nagy szar gyilkos. Igen, ez az egyik OP, ezt mi nem is szeretjük azt. Az nagyon OP. Na, addig én itt elkezdtem egy-egy javítani. Részén próbáljatok ki együtt. Ó, faszom egyet. Durrant egyet. Szegény... Hát de ha nem látjuk, akkor hogy? Hát azért beszarsz. Hát igen, nehéz az. Az azért azt mi azért használni se szoktuk. Tehát azért az az egy, amit nem igazán. Mert az nagyon OP. Hát mindjárt itt lesz megint a hátunk mögött. Akkor ő full easy láthatatlan, csak... Igen. Kösz. Mellettem is már itt van. Dobok. Ó, bazd. Hol van rohadt raklap, arra, mert itt van mögöttem. Hol van ilyen raklapos rész. Hopp, mi a fasz? Ó, ráborítottam a raklapot, de izén leütött. Hát mert a raklapot mondtam rá lehet borítani. Aha. Menjek rá? Ne, hagyjad, most föl fog venni, majd esetleg próbáljátok meg levenni. Hát ez nagyon OP ez a gyilkos. Ez túlságosan OP, meglátod itt mindenki lefeszkodik a hettel. Uh-huh. Hát biztos van neki gyenge pontja, nem? Hát semméknek sincsen. Na most, ha tudtok, akkor valaki szedjen le. Te vagy itt próbálsz, oké. Látom, a Laca szerel, oké, menjünk, gyere. Ő, hát a másik meg ilyen karakter... Úgy van, basszus! Karaktered, iszény jött. Várjál, Kolbász, hát jó, tudsz nem szalad? Rossz gombot nyomok. Elkapta Lacát. Hát el. De látod, ez egy ennyire OP ez. De ez durva, hogy nem lehet látni azért. Az előbb Hello, történt, tudod, valós. Hogy én vagyok? Zoli 11. Veled azt hiszem, viszét... Várjál, jön! Most akasztott fel. Ja. Jó, elfutottam. Szerintem, amikor játszottunk a Stardium Fallit, de... Oké, mi a neved? Laca, jövök, addig nyomkodjad. Nyomkod. Köszönöm. És akkor mindig dobog a szív, hogyha jön. Igen. Jó, várjál meg, Laca. Várj meg. Bazzik, jön, itt van. Fussál. Hát, futok én, basszus. Fussál valamerre. Annyira beszaratós az a játék. Hát, fasza. Most egyből meghalok. Hát lehet, ez a harmadikra már nem tudsz azt hiszem lekötni. Lacát levágta, most visz téged? Igen. Ez a gyilkos, ez nagyon-nagyon OP. Várjál, de elmegyek. Akkor mondani kell volna neki. Ja, hát jó, de nem tudtam, hogy melyiket választja. Majdnem addig... sikerült leesnem a hátáról. Futi van. Azért, mert ez a gyilkos, ez láthatatlanná tud válni. De most kikergetem téged, láthatatlan. Igen. Csak én nem látom őt. Igen. Azért ez nagyon-nagyon... Ez nagy kibaszás. Aha. Jaj, belém csapott. Oh, yeah. Akkor gyorsabb, ha megsérülsz. Ugyan utánam szerintem nagyon. Aha. Szedjétek a cuccokat addig. Én meghaltam. Lassza meg, hogy mindjárt egyet kinyitok. Le is vágott, és nem tud ugrani? Faszok. Nem, senkit sem.
Nyílj már ki! Gyerünk, gyerünk, menj már, menj, menj, menj! Nagyon menj, gyors, menj. A gyilkos az nagyon gyors, sokkal gyorsabb, mint a sima karakterek. Nem gyorsabb, ha majd meglátod. Nem gyorsabb, majd meglátod. Nem ér utod. Jó köcsög, és belém is baszott egyet. Hát, nagy bunkó ez a belém, mi? Próbálok menni, és én ott van? Na, nem látom, most tartom magam. De ezért hallod a ezért? Szerést? Nem. Szívverést? Jövök. És pluszban látom. Nekem van egy olyan képességem, hogy én például látom a ládákat. Ó, hülye vagy már, gyere már, vedd már fő. Na most én si... neki mentem. Ha most miért nem tudom? Unlok, nem lehet felvenni. Ja, de hülye vagyok. De hülye vagyok, balla lehet, ez vissza. Ez jó. Figyeld meg, másodpercekön velünk itt lesz. Maradjál ott, jó? Maradj kolbász. Meg most szíroszlak, jó? Úr, jó vagy. Ugye? Jalacom már ilyen sikoltós, véres fej. Ja. Igen. Oh, köszi. De szalag is ezt fel, nem? Ezt a zseblámpát minek vettem ezt, fel? Ezt nyomjuk ki, Berik. Vagy mi a nevet? Berik. Ó, most duplában vagyunk. Dupla, dupla. És amint domog a szív, hagyjuk a picsát, amit... Aha, igen. Jön! Itt van! Bazd meg, és nem hallod! Nem hallod, mert láthatatlan. Nem hallod, mert láthatatlan, bazd meg. Hát ez egy buziság. Hát igen, ez az a gyilkos, ami nagyon brutál. Ha nagyon figyelsz, látszik. Hát igen, csak... Csak benne vagyok ideg, tele vagyok ideggel, bazd meg. Maradjál ott, jó? Ahogyha nem követ. Vagy követ? Igen. Na, le is szedett. Ó, látom. Jó. Asszom. Ez egy gundorit, hát tenni még vannak ilyen szarabb gyilkosok is, DLC-ben. Megvan, van a Freddy. Hát lehet, hogy már tenni is halsz. Na, meg is haltál, faszom. Te vagy. Ja, meg a macskát izé, néznem ki nekem. Nincs macskám. De nekem van. Mert hogyha játékomat nézed, a képernyőd, de nekem egy macskám van, azt el is felejtettem. És hogyha az fölvillan, az azt jelenti, hogy környéken van. Akkor ugye... Hát de így is, hogy láthatatlan? Aha. Bémek. Hát amíg van kettő. Te. Nem, mert most látod, írt a játék, hogy vagy a kettőt itok, vagy pedig elmegyek ki az óra, az a vészkigyárat. Uh-huh. Á, itt van! De hát nem is ízé dobog a szív. Nem, de a macska itt volt, csak én magyaráztam. Ja, az felvillant a macska. Akkor dobog a szív. Szávasz. Na jó, neki addig... Mindig a gyilkos nyer. Dehogy mindig, dehogy is. Nem. Jó, hogy is meg a magadat. Mondjuk te ügyesen bújsz. Itt jön. Most le kell neki ütnie, basszus kúrsan. De egy rohadt raklap, hol a faszomba van? Ha lelátod, hogy nem ér be, de ha beírt így a végére. Simán gyorsabb. Akkor már tudod, hogy ki vagyok. Hát mondtam, hogy azt a Star Duvalistünk, nem? Zoli. Úgy emlékszem. Adi. Star Duvali. Ja, tényleg. Már mindegy. Ja igen, a Star Duvaliban segítettem. Írtad is, persze, hogy vágom.
Na jó, van, ennyi volt, gyerekek. Na mindjárt visszajön a Berik, aztán lebasszuk. Hát gratulálunk, Berik, de pont azt beszéltük, vagy beszéltem én, hát meg a Laca is tudja, hogy ezt a gyilkot szoktuk izélni. Ez tiltó listán van, mert ez túlságosan OP. Ja, nekem ez dobta be. De azért ügyes voltál. Mert ez láthatatlanná tud válni. Hát az elején nem is tudtam mit csinálni, ott szaladgáltam utánatok, akármit nyomtam, nem ütött. Hát mondom, mi a kurva isten, hogy nem tudom megütni, bazd meg. Már majdnem átmentem a Discord szobába. Jó, hát én ezt nem tudtam, meg nem is választottam, ez magától adta ezt nekem. Duró volt. Na úgyhogy ezt ne használjátok. De... Jó, és azt hogy menjünk tudok választani? Menjünk egy utolsó, aztán fűcsi van. Oké, hát menjünk egy, akkor kolbász, kipróbálod? Kipróbálom, ja. Kill your friends. Igen. És akkor hívjál minket meg. És akkor invite Laca, Norbert, Meg kell hagyni a lobbit. Igen, a gyilkos nyert. Igen, igen. Hát tehát a gyilkos mindenkit megölt. Majd hogyha jön a Tamás is, akkor sokkal izgalmasabb meccsek mennek. Jó, mondjuk így se rossz, csak még a srácoknak bele kell jönni. Csak én most azt nézem, hogy hát igazából nem tudom, hogy mennyire lehetetlen elmenekülni. Dehogy is. A vért végig láttam. Tehát há, hogy el, el is tűnt a szemem elől, hogy merre szaladt. Igen, mert futottam. Vért. Igen, hát ezt mondom, hogyha futtok, akkor lehet látni. Tehát itt figyelni kell. És hogyha hát ma, hát majd meglátjátok, pedig ez lassú folyamat lesz, meg kell tanulnunk együtt játszani, mert csak úgy tudunk. Csak úgy. Itt, hogyha nincsen izé, tudod, közös munka, akkor nagyon-nagyon nehéz. Igen. Tehát ja, azért... Meg, meg az is nehéz, hogy ugye jól felakasztottam ugye a kampóra, és ugye, hogy ne maradjak ott. Tehát, hogy akkor elmentem, ott futkoztam oda körbe-körbe, amíg nem hallottam ugye motorrobbanást. Ja. Tehát azért tényleg azért ahhoz kell az, hogy nekem peljen be. Jó, mi menj el innen, kolbász, mit tűmözöl itt? Jó. Húzzál ki innen! Megyek már. Há, nézd meg ezt a gyereket. Azt mondja, ő. Húncud ez, mi? Húncud ez a kolbász. Húncud. Gyilkosokat meg nem ismerem, nem tudom, ez volt alapból nekem. Hát jó, nem ismerted, de ez egyszerűen nagyon-nagyon OP. Mondjuk az ideg ölt meg tőle, hogy megüttem, és elkezdi törölgetni azt a kurva kérdést. Ja, igen. Hát meg hát ugye itt a raklapot a másikra rá lehet verni, hát sajnos nem sikerült, mert leütöttél. De hogyha hát időben azt lecsapod a raklapot, akkor a gyilkos megkábul, azt láttad, és addig azért kereket tudsz. Hát a kolbász többször tudott úgy, hogy átugrott a ablakon, és ugye én meg nem bírtam. Nem bírtam. De a vérnyomokban meg megtaláltam utána. Nehéz izének lenni áldozatnak, nagyon. Figyelj, ebben a játékban négyet kell, ott térje a bal alsó sarokba, hogy hány motort kell kinyitni. Tehát ez mindig más. Nem kell az összeset. Tehát van egy fit, ami fix szám motor, és abból csak négyet kell. Uh-huh. Bocs, ezt izében mondom. Live. Nekem ötöt ír. Ja, akkor most lehet, hogy most akkor már ötöt kellett. Hát, na mindegy, hát ott tírja. Hát tehát az, az a lényeg, hogy nem az összesen. Aha. Na és akkor most mi... Én. Na és akkor most mi a jó megoldás? Hogy kell csinálni, Laca? Itt van egy motor. Hol? Mi, Máté, ott vagytok bent? Igen. Nekem meg itt izé, még a játék tölt még. Hát mi a szar van? Ha beszarsz. Ha lehet, hogy ki fog ez az egész fagyni most. Baszki, de megijesztettél. Hát mi ez, srácok? Menjünk el, mi jön. Itt van. Én utána mi jön? Mi meg bent sem vagyok a játékban. Hát de hogyan? Hát mert nekem nem tudom, nekem töltél. Töltőképernyőn van. Mivel lehet a raklapokat borigatni? Space-szel. Hát itt nem kell sok gombot használni. Bal egérgomb, jobb egérgomb, meg space, ennyi. Fel is akasztott már? Nem.
bevittem a Zsák utcába. De csak jön baszki, a gyorsabb. Én nekem kifagyott. Hogy én nekem vesztartolni kell. Lehet, hogy itt... Na, fasza. Várja, behúzom ide a kolbász, jó? Halló, kolbász? Na. Nem jó a játék, restartolni kell, mert nekem kifagyott. Jó, baszki. Pedig valakit nagyon követtem. Ja, hát mert én nem vagyok itt bent, basszus. Ó. Hát elnézést. Ez képed? Miért ez képed? Mi? Kinyomtuk, vagy mi történt? Igen. Hát ilyent. Hát meg is lepődtem. Csak itt vagyok. És akkor minden gyilkos más tud csinálni? Igen, igen, hát majd ezt majd játsszál majd úgy, hát hogyha mi nem vagyunk, hát vagy játszatok azért egy-két kör, persze, igen, igen. Tehát itt és még pluszban annyi DLC van hozzá, itt benne van a fűrészes gyilkostól kezdve a Freddy, meg a Halloween gyilkos, meg mindenfajta. Aha. Freddy az például az hát álombarak. Na várja, hát... most benn van a... Valaki kilépett, a Norbert. Igen, igen. Mert kifagyott neki. Invite friend... Várja még, még is tölt. Ja, jó. Na szóval hát a Freddy az meg elaltat. A másiknak oda kell menni, és csettintése fel kell ébresztenie. Oké, akkor hívhatsz. Hívjalak? Aha, most már jó. Azt mondja Norbert Bull, igen. De három, jó. Megyünk is. Hát nagyon remélem, most nem vagy ki. Oké, én már itt vagyok. Mert valami szellemnővel voltam, azt... Azt tudtam, mit kell csinálni, és valami jobbegér gombbal így közelebb igen, tudtam menni. Igen, igen, a szellemlő is. Na azért mondom, hogy ilyen randomra dobta be, nekem ezt, is ezt ki kell tapasztalni, hogy melyik mit tud. Igen. Hogy sincs vagy be Benjamin, szevasz! Utolsó kör, Kriszti. Na, Laca egyet, vedd. Ja, rád várunk. Kilépek. Hova? Hát a Discordról. Ja, jó. Ja, tényleg. Nem árt, igen. Igen, nem van. Na most remélem nekem is megfelelődik. És kaptam valami kulcsot. Kaptam. Nekem is ez mutatja. Mindenkinek azt. Igen, nekem is volt. Csak hogy ugye berakjátok azt. Na most nekem tölt. Ú, de szépen tölt. Jó. Én ott nyomkodtam mindent ott az elején. Ja, ilyenkor nem kell. Ne nyomkodj ilyenkor semmit. Se betölt nem, aztán úgy, vagy... Olyan, nem, olyan perkeket, amit ott a kolbász ja, mondott az előbb. Na itt vagyunk macskát, akkor, hárman vagyunk. Ja igen, macskát az mindenképpen rak bele. Ja. Valakinél van valami extra cucc? Van mindegy. Nálam gyere, Laca, gyere, Laca. Itt van egy ilyen láda, mert belé látom. Gyere te is belé. Mert nekem van egy a különleges képességem, hogy a ládákat látom. Ezt így kutasd át, Laca. Te is átkutathatod, Benikó, hogyha... Oké, így jövök én is, ha? Dobok. Hú, de azt kérdő, ha biztosan megyek szerintem. Hú, de berakadtam. Az meg lánszírés. Valakit kergen? Aha, engem, de... Levertem. Hú, ide jött, itt jött vissza. Visszajött a motorhoz. Vigyázz, akárki szóval. Itt kárget annyi. Na baszki, jól elveszítjük egymást. Hát el. Ezért találtam egy másik motort, megpróbálom csinálni. Ne itt van, Ni! Leütöd, baszeg! No! Csak ne robban, kérlek. Fel fog rakni, mi arra egy rondázom? Kóbász. Csak főre. Főrakott. Fú. Hát az biztos, hogy nehéz elmenni, de nem lehetetlen. Hát meg kellett most múli majd gyártani, meg most szerencséje volt neki. Ó, nem álljön. Hát valaki ez így jöjjön, vagy szedjen le. Megyek.
Hallod, Berik, hogyha hallod a szívzavogást, ne szereljél. Hallja. Bazd meg, Lacára figyeltem, a kurva életbe. Megijedtem Lacától, azt figyeltem, kiszaladtam mellettem. Jön. Ja. Ott vagytok? Jó, izé, elmen, ne jöjjön ide, most nézzek, itt kempel, bazd meg. Menjek, lesz egy gyerek? De nem, itt van valami. Elment, oké, gyere. Most robbantottam egyet, hogy jöjjön erre. Gyere, Laca, ne robbantsál, annál nincs rosszabb. Jó, oké, Laca, menjél csak, jó? Majd meggyógyítom magam. Na de csak jó volt, hogy robbantottam, mert akkor erre jött, azt le tudod szedni. Ó, bazd meg, jön vissza. A kurva élet itt van újra. Oh no! Ah no! Rájutott megint. Elkapott. Lecsaptam a raklapa után, próbáltam trükközni. Az a baj, hogy hamar észrevett. Hát ez nem volt szép tőle, hogy itt kempelt. Oda nézd, egy fekti szgyúz. Miért piros a izé szerelés? Meghaltam, megölt bazd meg. Jó, ketten szereljük azért. Megölt bazd meg, milyen bukkó ez. Úgyhogy meg második is sikerült. Ó, beszélek. Hallod, Berik, majd így gyógyítsad meg a Lacát. Azt kérdeztem az előtt, hogy meggyógyítsam. Mindig meg, mert ilyenkor karaktere nyők, az hallja. Arra figyeljetek, hogy gyógyíts meg, gyere. Gyere ide, gyere Laca, 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 gyere. Várjál, most hallom, jön. Valahol itt van. Itt jön, jön, ú, Berik. Balra ment el tőled, oké, okay, jó van. Látom. Izé, balra van neked a izé, Laca, hallom, hogy anyagok. Hol vagy? Hát nagyon lehet hallani, hogy anyag. Gyerünk, szeret, szeret. Vigyázz, mert fog karika lenni. Jó, próbálok. Sikerült. Köszönöm. Nagyon szívesen, máskor is. Ilyen csinos hölgyek. Na és most, amit mondtál, hogy láttad a gyitát, hogy merre futott az áldozat, mert ugye fut. Ha próbálj meg nem futni vagy, szóval... És akkor van még... Ú, gyerekek. Ó, itt van valahol. Hallom a motor, hogy mi az lánc kívül. Álljön. Laca, én hallom. Én is. Várja, várja, ott van mellette. Berik, most biztos meglátod, basszik. Nyugi. Ne fúss, ne fúss, ne fúss, ne fúss. De akkor utól ér. De hát nem kerget. Ne fúss. Nyugi, nyugi. Hát addig a ládát kutasd át. Ez. Azt akartam. Szevasz, Franky! Szia, szia! Hello, Zoli! Bocs, hogy nem láttam. Ez nem is House Slipper, igen, bocs, átalakult az House Slipper út közben. Jövök, Laca, utána. Egy biztos, hogy bicebóca vagyok, mert ilyen pokaizén van, gyerekek. Jó, vagy, jó megsérültem, Franky. Beleléptem egy nagy gödörbe, úgyhogy a bokám jó be van tagadva. Na, látom, látom. Én hogy látom itt piros előtt? Be van dagadva, te úristen. De menjünk el a másik irányba. Hát, nyomtam én ott mindent. Dobog, dobog, dobog. Erre jön. Na látod, hogyha azért nincs az embernek, akkor a szerencsétlenségeit lehet itt elizélni. Jön megint. Ne kempelj csak, ha nem izé közben menjél, tudod, motorokért. Nem kell annyira megijedni, hogyha topog a szív. Hát majd persze, még az elején majd félsz, majd később majd egyre bátrabb leszel. Ez az.
Ez az pedig, szép volt. Köszönöm. Úlacát elváltam. Te vagy sötét árnyék kötő, szia! Szerej, Berik, szerej! Jön! Jó, nem jön. Utána jön. Úgy meg. Ez kibaszott izgalmas, hallod. Aha, oké. Ez az, ilyenkor sétáljan mindig. Ott vannak. A Lacával. Na még velem el van addig. Na most ütötte le. Ú, bazd meg. Hallod, na most már menj már oda majd, hogy lebírjad. Itt csak azért okosan, hogy ugye ne lálljon meg. Ne lásson meg. És most nagyon figyelj, hogy merre megy el. Nagyon figyelj. Balra láttam talán elmenni. Laca, izén mondjad, hogy merre ment el. Laca, látsz valamit? Beszélj ilyenkor, Laca. Nincs itt, elment. Hát az oké, de ilyenkor rögtön izén mondjad, hogy merre ment el. Balra, jobbra. Nem tudom, mert védekezek ezt a vissza. Hát de... Aztán gyógyítsál majd rá, gyógyíts rá. Jön. Lecsapta meg. Shit. Na, baszki, megint nem. Menjél innen. Jó, nem baj, lapuljál csak. Na, most egyből meghalom. Jó, ilyenkor már hagyjad, akkor meghalsz. Igen. Hát szerelj addigkor, szerelj akkor motort, ennyi. Szerintem meg fog halni. Az a baj, úgy érzem, hogy egy helyben szaladgálok. Dehogy is. Aha, meg is halt. Tudnám, hol egy rohadt motor. Futunk. Itt egy motor, szelet szemben. Lehet látni a tetején, lámpák vannak rajta. Ja, a lámpa van rajta? Persze. Ja, azt nem tudtam, aha. Ajjaj. De most már jön, bontod volt veled szembe, oldad volt, menj, látom, már látom. Látom. De látod, le fog csapni. Nem, mert itt nem bír átugrani. Dehogy nem. Átbírt mászni. Hát ez... Azt hittem, hogy gyorsabb volt. Azt hittem, hogy megtréfálom, hogy mögé kerülök. Oda nézd, ahó. Ugyan már. Úgy de ungarító. Úgy de ronda fejelem, baszki. És nézzed, de szemét. Köcsök, nézd meg, mit csinál. Rohadjál meg. Mit csinálsz te, kóbász? Szegény. Szegények. Na, már mindig kire, hogy mi a tököm? Jobb klik, és akkor a izét előveszi. Láncfűrész. Nehéz. Mindig a gyilkos nyer. Dehogy is. Hát hiszen megnézheted mi az egy pár szó. Kolbász. Hogyha szerencséd van és jó a csapatmunk, akkor nem. De szerintem hadon nehéz nyerni. Nehéz. Meg ha többen vagyunk, három az kevés. Igen. Azért megvoltam, hogy megpöfögtettem néha izét a láncfűrészt. Meg engem megöltél. Kampóra se raktál föl. Micsoda bunkó vagy? Hát de ezt nem is értem, hogy az hogy csinálta. Hát mert azt hittem, hogy szétdalálta. Akkor kill. Hát mondom, akkor kill. Hát jó. Hát az jó gyerek. Na jó, most kacsak, eddig tartott ez a mai House Flipper and Dead by Daylight. És akkor majd legközelebb, hogyha télen olyan játék lesz, akkor majd annak a neve lesz kiírva. Addig is legyetek jók és szépek, és mindenki vigyázzon magára, és vigyázzatok egymásra is. Sziasztok! Jó éjszakát! Hello! Sziasztok! Hello. Sziasztok! Szegény Tomi visszaségett. Tomi megsértődött.
Mm-hmm.